Néhány napra vagyunk az elmúlt 20 év legfontosabb választásától, és egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni önöknek. Én világéletemben csapatjátékos voltam. Tudom azt, hogy nem lehet enélkül győzni, változtatni. A változás mellett két csapatnak kell felsorakoznia. Az első csapat önök, a marosvásárhelyi emberek. Ahhoz, hogy a változás bekövetkezzen, el kell menniük szavazni. De kérdés az is, mi lesz a választások másnapján? Ezért a változás mellett egy másik csapatnak is ott kell állni. A választás tétje nem csak az, hogy én leszek-e Marosvásárhely polgármestere, hanem az is, hogy milyen erős csapat segíti ezt a folyamatot a városi és a megyei tanácsban. Ezt a rendszert csak akkor tudjuk leváltani, ha végérvényesen egyszer s mindenkorra megszabadulunk tőle Marosvásárhelyen és Maros megyében egyaránt. Arra kérem önöket, akadályozzuk meg, hogy a régi rendszer Flóriával átmentse a hatalmát Maros megyében. Szavazzanak bizalmat az RMDS helyi és megyei tanácsos jelöltjeinek. Vasárnap szavazzanak bizalmat Péter Ferencnek, a Maros megyei tanács élére. A változás akkor lesz teljes, ha a megyében és a városban is egy irányba húzzuk a szekeret. Én tudom azt, hogy ebben Péter Ferenc és az RMDS tanácsosai fognak segíteni. Győzzön Vásárhely! Győzzön Maros megye!